Hát, hogy miért lettem politikus? Hát, ahogy gondolom, a pénzért lettem a politikus, hogy minél nagyobb legyen a parlamenti fizetésem a parlamentben. Hát én a miért, hogy úgy sajnítom dolgozó, én csak a pénzért csinálom, ezt nem tud, hát ezt eltitkoljuk a nézők előtt, miért? Persze, hogy izgulok a kamerák előtt, ez hülye kérdés. A körzetem szép, parkos, zöld és nagyon jó, meg minden. Hát nem is tudok mit mondani, hát én csak egy közgazdász vagyok egyébként. Jó. Köszönöm a meghívást a stúdióba, ez nagyon megtiszteltetés, hogy egy hegyvidéki tévében beszéltek. Na igazából elvesztettük ezt a választást, ez nagyon szar, hogy megint Orbán egy újabb 4 évre meghódította az egész Magyarországot. Vidékieket is bekebrezte, s fel kell szabadítani a vidékieket Orbán uralmáról. Hát a vidéki youtuberek is harcolhatnának ezért a Orbán ellen, például a Szabolcs Gaming is, az is fideszes egy folytában. Jó Isten, ez nagyon durva. Úgyhogy mindenféle fontos dolgokat meg kell valósítanunk, és mi nem fogunk beülni a parlamenti alakulődésre, mert szabotálni fogjuk az ülést, hogy nehogy megbírjon alakulni az országgyűlés, se a magyar kormány és az elnök asszony sem bírják beiktatni. LNP gyárval azért részéről, mert benne akar ülni a parlamentbe, szerintem kövesse a mi példánkat például. Márki-Zay Péter leostobázott minket, Márki-Zay Péter már nem a közösségünk része, mert Márki-Zay Péter egy bóc idióta egyébként. Úgyhogy mindenféle dolgok még várható ki, utcára fogunk menni tüntetni, meg felrobbantjuk az egész utcát. Na, csak vízskedtem, na. Ez hülyeség volt, de tüntetni fogunk ezerrel, minden ezzel, és kérem, hogy az Egységben Magyarországi Pártszövetségét erősítsék mindenféleképpen, úgyhogy el is köszöntem a stúdióból, viszlát, én Miklós voltam hajnal.